Egy pillanatra menj ki a házból és nézz körül. Nézz fel a végtelen kék égboltra, a fák bujazöldjére, ha éppen van ilyen a közeledben, vagy csak érezd a hűvös szellőt, amely simogatja az arcod, amikor kint vagy a szabadban. Mindezek és a bolygók összes szépsége bizonyítja, hogy éppen ezért volt lehetséges az élet a Földön. Minél többször megállunk és elgondolkodunk ezen, annál világosabban látjuk, hogy milyen végtelenül szerencsések vagyunk, hogy a puszta körülményeknek köszönhetően sikerült ennyire sokáig boldogulnunk aprócska kékbolygónkon. És mégis, minden dicsőség ellenére a Föld haldoklik. Több milliárd évet élt túl, és több ezer, hanem millió életformát látott túlélni és elpusztulni az idők során. Akkor mégis hogy lehet az, hogy az emberi civilizáció csúcspontján az itt töltött néhány ezer év alatt elértük, hogy jelenleg a bolygónk túlélési esélye percről percre drasztikusan csökken? Nem kell túl messzire mennünk, ha némi információt akarunk szerezni arról, hogyan alakult ki ez a helyzet. Cikkek, könyvek, online beszélgetések és hasonlók hosszú sora állítja, hogy az egyre növekvő népesség és a bolygóra gyakorolt egyre nagyobb hatásunk az elsődleges okozója a Föld hanyatló állapotának. És a legtöbb esetben ez így is van. Ez azonban még csak meg sem közelíti a probléma teljes mélységét. Valami rejtőzik közvetlenül a felszín alatt. Valami sokkal fenyegetőbb, sokkal nyugtalanítóbb dolog lopakodik az árnyékban, ami egyáltalán nem törődik azzal, hogy a természet újra virágozhasson. Ebben a videóban közelebbről megismerkedhetsz a fosszilis kapitalizmus fogalmával, és megtudhatod, hogy miért ez a legfőbb ellensége a fenntartható intézkedéseknek, amelyeket nekünk, embereknek a bolygóért tennünk kellene. Talán a legaktuálisabb és legújszerűbb probléma, amely az emberi társadalmat az elmúlt években sújtja, az éghajlatváltozás. És ez rohamosan egyre aggasztóbbá válik. A 2023-as év lett a bolygó hőmérsékletének 1850-ben kezdődött rögzítése óta a valaha mért legmelegebb év. A 20. században a bolygó globális átlag hőmérséklete 13,9 Celsius fok volt. A 2023-as év hőmérséklete 1,18 Celsius fokkal haladta meg ezt, és 1,35 Celsius fokkal több az 1850-től az 1900-as évekig tartó iparosodás előtti korszak óta. A globális hőmérsékletemelkedéssel kapcsolatos még sürgetőbb problémákhoz hozzátartozik, hogy az elmúlt 10 év a Föld történelmének legmelegebb évei voltak. Mégis ironikus módon, bármennyire is népszerűvé vált ez a kérdés a lakosság széles körében, még mindig vannak olyanok, akik nem hisznek a globális felmelegedés létezésében. Hogy miért van ez így? Talán a tudatlanság miatt? Talán. De mi van akkor, ha létezik egy rendszer, amelyet a függöny mögül irányítanak, és a globális kérdésekre fordított nagyobb figyelem megzavarná a működésüket? És ha ez a rendszer irányítaná a világgazdaságát, mit választana az emberiség? A profitot vagy a Földet? A korábban említett profittermelő rendszer nem más, mint a kapitalizmus. A kapitalizmus lényegében egy olyan gazdasági rendszer, amelyben a piac lehetővé teszi a magántulajdonban lévő iparágak és vállalkozások működését. Így módon minden szolgáltatás, termék vagy bármi, ami a fent említett vállalkozásból kikerül, kizárólag a profit érdekében jön létre. A kapitalista környezetben nyújtott termékeket és szolgáltatásokat a piac folyamatosan változó kereslete és kínálata határozza meg. A lényeg? A kapitalizmus a legtisztább formájában azt jelenteni, hogy alig vagy egyáltalán nincs kormányzati szabályozás. A kapitalizmus kizárólag a profit növekedésére hajt. A profit biztosítása a kapitalisták egyetlen motivációja arra, hogy folytassák a törekvéseiket. Kétségtelen, hogy a kapitalizmusnak vannak jó oldalai, és a társadalom számára előnyökkel is jár, mint például a piaci verseny fokozódása, ami a lakosság nagy része számára alacsonyabb árakhoz vezet. Továbbá a magas minőségű tőkejavak feltalálása pedig a versenytársak megkerüléséhez. Ezeket kifejezetten a nagy közönség számára hozták létre. Valójában, ha jól csinálnák, akkor a kapitalista környezetben magántulajdonban lévő vállalkozások dolgozói is élvezhetnék például a megnövekedett bérekkel járó életminőséget, és mindannyiunk számára magasabb életszínvonal lenne elérhető. Mindez azon múlik, hogy a rendszert megfelelően működtetik-e, és a hangsúlyt a globális felmelegedésre helyezik-e az egyéni haszonszerzés helyett. Sajnos az emberiség és az önzetlenség manapság ritka kincs. A kapitalista rendszer, amelyet most látunk, inkább hajlik arra, hogy az öncélú nyereséget tartsa fent, mint bármi mást, és ez magával hozott néhány nem kívánatos hatást. Az egyik ilyen hatás a munkavállalók felett gyakorolt teljes kontroll, ezért folyamatos a konfliktus a kapitalisták és a dolgozóik között. És jogosan. Anélkül, hogy bármilyen irányító testület felügyelné a munkaerő megfelelő kezelését, a kapitalistáknak minden befolyásuk és lehetőségük megvan arra, hogy az alacsony munkabéreken keresztül a lehető legmagasabb profitra tegyenek szert.
Ki fogja megállítani őket abban, hogy egyre alacsonyabbra csökkentsék a dolgozók bérét, a termékeket több mint háromszoros áron adják el, mint amennyibe az előállításuk kerül, és az összes nyereséget maguknál tartsák. Ez a csúnya, de nagyon is általános tendencia biztosítja a gazdagok és a szegények közötti hatalmas szakadékot. A pénz elérhetőségének ez az egyenlőtlensége megteremti a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának talaját. A gazdagok továbbra is pénzzel tömik a zsebüket, miközben élvezik azokat a kellemes előnyöket, amelyekkel a gazdagság jár társadalmunkban. Eközben a szegénységben élőknek küzdeni és boldogulni kell, és egyenlőtlen esélyekkel kell szembenézniük az életben, például a megfelelő egészségügyi ellátás vagy az oktatás terén. És mindez csak a töredéke annak a politikai befolyásnak, amelyet a kapitalizmus gyakorolni képes. A gyorsabb ütemben és nagyobb mennyiségben termelt profit azt jelenti, hogy valaki jobban meggazdagodik, mint mások, és ez vonzza a hatalomban lévő embereket, akik mind akarnak egy szeletet a tortából. A multinacionális vállalatok felemelkedése, amelyek lényegében pénzt nyomtatnak, hiszen elképesztően hatékonyan tudnak jövedelmet termelni, korrupcióra csábítja a politikai élet szereplőit, hiszen a nagyvállalatok több hatalmat tarthatnak meg, ami persze ellentétes az egyenlőség definíciójával, ami a demokrácia egyik alapköve lenne. John Maynard Jones-t, a gazdaságpolitika egyik úttörőjét idézve, a kapitalizmus az a meghökkentő hit, hogy a leggonoszabb emberek a leggonoszabb dolgokat is megteszik mindenki legnagyobb javára. A szomorú az, hogy a kapitalizmusnak valóban van egy olyan része, amely arra hivatott, hogy mindannyiunkat tönkre tegyen, mindezt a több bevételért. Abban a kétségbeejtő helyzetben, hogy folyamatosan ki kell elégítenie a népesség globális szintű keresletét, a kapitalista továbbra is elveszi és elégeti a bolygó összes természetes és, ami még fontosabb, korlátozott erőforrását, és nem igen törődik azzal, hogy ténylegesen időt és energiát szánjon arra, hogy visszaadja és fenntartsa az említett erőforrásokat. A nagyvállalatok folytatják ezt a tendenciát a környezet rovására, tudatosan lakmározva az emberiség által a 19. század fordulója óta használt egyetlen pótolhatatlan energiaforrásból, a fosszilis tüzelőanyagokból. Mi is pontosan a fosszilis tüzelőanyag, azon túl, hogy a fosszilis kapitalizmus egyik kulcseleme? Nos, az emberek ősidők óta kultiválják az energiát, mint az életterheinek könnyítésére szolgáló eszközt. A tűzgyújtás a fa elégetésével az egyik ilyen korai módszer volt. Végül még a folyókból származó víz erejének manipulálása, vagy az ember alkotta szélerőművek is sikeres természeti energiaforrásnak bizonyultak. De aztán, látszólag felfedezve a földanya egyik ajándékát, az emberi civilizáció rátalált a fosszilis tüzelőanyagokra. Olyan típusú tüzelőanyag ez, amely a Föld hosszú történelme során a földkérekbe természetes módon beépült, főként növényi életformák bomlásából keletkezett. A fosszilis tüzelőanyagokat a hidrogénből és szénből álló egyedi összetételük miatt el lehet égetni energia előállítása céljából. Ennek az erőforrásnak a megjelenése lett az 1800-as években az iparosodás fellendülésének fő hajtóereje. És ha azt hiszed, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat rég kivonták a forgalomból, akkor nagyot tévedsz. A szén a természetes olajokból származó benzin és a földgáz az Egyesült Államok által felhasznált összes energia mindegy 81%-át teszik ki, és ennek 35%-át a közlekedési szolgáltatásokban használják fel. Ami pedig a globális energiafogyasztást illeti, a fosszilis tüzelőanyagok az összes emberi tevékenységből származó kibocsátás mintegy 3/4-ért felelősek. Úgy tűnik, hogy a fosszilis tüzelőanyagok jelentősége a társadalmukban még sokáig nem fog megszűnni. Teljes iparágak, amelyeken az egész bolygó gazdasága múlik, teljes mértékben ezekből az energiaforrásokból táplálkoznak. Aztán nem éppen titok az sem, hogy a fosszilis tüzelőanyagok nem megújuló erőforrások, de úgy tűnik, hogy a kapitalista gazdaságunknak mégsem áll szándékában lemondani arról a dologról, ami a működését biztosítja. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kitermelése és felhasználása milyen környezeti károkkal jár az egész bolygóra nézve. És ezzel el is érkeztünk a probléma gyökeréhez. Kapitalista gazdaságunk továbbra is kiaknázza a fosszilis tüzelőanyagokat, annak ellenére, hogy ez nyilvánvalóan pusztítást okoz az egész világon. Még az sem túlzás kijelenteni, hogy ezeket a széles körű problémákat, mint például a kegyetlen hőség és a kiszámíthatatlan éghajlatváltozás megtapasztalása a társadalom egészen fizeti meg. Azok pedig, akik már most is gazdagok, egyszerűen mentesíthetik magukat a károk alól, amikor az anyatermészet végül visszavág. Minden esetre, ha még mindig nem hiszed el, hogy a kapitalizmus ipara a pénz miatt hogyan pusztítja el a bolygót, nézd meg, hogyan nyerik ki a földből a benzinhez szükséges palaolajat. Az Egyesült Államokban ez az iparág az elmúlt évtizedben ismét felemelkedőben van.
Ez óriási igényt jelent az energiaforrások iránt, hogy ellensúlyozni lehessen az energiát, amit egy ilyen nagy dolgozó nemzet elkerülhetetlenül elfogyaszt. Így hát innovációkat vezettek be annak érdekében, hogy jobban ki lehessen termelni a földből a palaolajat és a földgázt. És hogy van egy kis mellékhatás. Rengeteg környezeti probléma merült fel, amely egészségügyi válságokhoz, levegő- és vízszennyezéshez vezet, például a hidraulikus repesztésnek nevezett módszer alkalmazása miatt. Egyes országok jelenlegi állapota sajnos nem segít a nem megújuló erőforrások tisztességtelen felhasználásának problémáján. Volt egy időszak modern társadalmunkban, amikor csodával határos módon 2014 után folyamatosan csökkent a szénfelhasználás energiaforrásként, talán azért, mert az emberek egyre jobban aggódtak a környezetért, végre és egyre népszerűbbek lettek az alternatív megújuló energiaforrások. Sajnos az ukrajnai háború közepette jelentősen megnőtt a fogyasztás igénye fosszilis tüzelőanyag iránt. Miért fogyaszt az emberiség továbbra is fosszilis tüzelőanyagokat, különösen a kapitalisták, akik az iparágat irányítják, annak ellenére, hogy egyre több megújuló erőforrást követel mindenki? Azért, mert abból nem származik nyereség, ha várunk 1000 vagy 1 millió évet, hogy a fosszilis tüzelőanyag források regenerálódjanak. Most ebben a pillanatban a folyamatos globális gazdasági növekedés szükségessé teszi a természeti erőforrások egyre nagyobb mértékű felhasználását, és mivel a magántulajdonban lévő iparágak egyre gazdagabbak lesznek ennek a keresletnek a biztosításával, örömmel teszik ezt, akár a bolygó egészségének rovására is. Ez nem egy olyan probléma, ami egyszer csak meg fog szűnni. A Nemzetközi Energiaügynökség 2010-es statisztikai elemzése szerint 2030-ig a globális energiafelhasználás soha nem látott mértékben több mint 50%-kal fog emelkedni, és még mindig a fosszilis tüzelőanyagok lesznek az elsődleges energiaforrások. Ahogy most haladunk, ez a közel 14 évvel ezelőtti elemzés eléggé teli találatnak tűnik. A fosszilis tüzelőanyagoktól való folyamatos függésünk arra ösztönzi a multinacionális vállalatokat és iparágakat, hogy hatalmas földterületeket béreljenek arra, hogy ezt az erőforrást kitermeljék, miközben helyrehozhatatlanul tönkreteszik a tájat. Az állatok és a növényvilág biológiai sokfélesége egy gyakorlat miatt csökken. A Föld nem csak akkor károsodik, amikor a fosszilis tüzelőanyagokat kiveszik belőle, hanem akkor is, amikor felhasználják azokat. A fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor a légkör súlyos károkat szenved, mivel széndioxid kibocsátásuk a levegőbe kerül. A légkörben megnövekedett széndioxid mennyisége számos környezeti problémát okoz. Az óceánok savasodását, globális felmelegedést és éghajlatváltozást. Mi több? A káros gázok és az illegális hulladéklerakás betegségeket okozhat a lakosság körében. 2017-ben csak a kapitalista Egyesült Államokban körülbelül 17,6 millió amerikai volt naponta kitéve mérgező gázoknak, amelyek mind a közlekedésből és a gyárakból származnak. És mindezt azért, mert a piac igényeit most kell kihasználni, és nem a jövőben, mert kapitalista rendszerünk, konkrétan az ebből profitáló magánvállalkozások nem látják szükségét annak, hogy drasztikusan változtassanak a jövedelem termelő módszereiken csak azért, hogy a Föld fellélegezhessen. Szóval szállj egy pillanatot arra, hogy kimozdulj otthonról és nézz körül. A szépség, amit látsz, lehet, hogy néhány év múlva már sehol sem lesz.